Körbejárták az orosz sajtót azok a felvételek, amelyeken Jevgenyi Prigozsin a Wagner csoport vezetőjének a házában és irodájában készítettek a nyomozók, miután Vladimir Putyin orosz elnök a június végi lázadás miatt házkutatást rendelt el a zsoldos sereg vezérénél Szentpéterváron. A nyomozás során egészen dermesztő dolgokra bukkantak az ingatlanokban, parókák, aranyrudak, kalapácsok és egy bekeretedett kép, amelyen levágott fejek láthatóak. És ez még nem minden. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Az orosz hatóságok közölték, hogy házkutatást tartottak Jevgenyi Prigozsin, az orosz Wagner zsoldos hadsereg vezetőjének Szent Pétervári rezidenciáján, ahol egészen meglepőbb dolgokra bukkantak. A nyomozást azt követően rendelték el, hogy Prigozsin június végén egyfajta bosszú menetbe kezdett a zsoldos serege élén és elindult Moszkva felé. A lázadás végül egy megegyezéssel ért véget, így elkerülték a felek a vérontást, Prigozsin pedig Belarusba távozhatott. Azóta azonban egy-két hangüzeneten kívül nem igazán hallani híreket felőle, a legutóbbi információ szerint például Oroszországban tartózkodik, miközben a sajtó értesülései szerint több katonai vezetőt is őrizetbe vettek és kihallgattak a Wagner lázadással összefüggésben. Az Iszvesztíja nevű Kreml barát lap írta meg, hogy az orosz hatóságok által tartott házkutatás során számos bizarr dologra bukkantak. A közzétett felvételeken például látható egy sor különböző színű és fazonú paróka, amelyeket maga a Wagner vezér használt, a hírszerzés szerint abból a célból, hogy inkognitóban tudjon maradni. Ezeket onnan is tudni, hogy a lefoglalt készülékekről előkerültek különféle szelfik is, amelyeken maga Prigozsin látható különböző maskarákban. A kiszivárogtatott fotók tanúsága szerint hol nagyszakálló diktátornak, hol közelkeleti keleti terrorvezérnek, vagy látszólag amerikai katonának öltözött be. A Wagner vezér támogatói azonban azt állítják, hogy ezek a képek mind hamisítványok, amelyeket csak azért készítettek, hogy megpróbálják megalázni Prigozsint. Ennél persze jóval bizarabb tárgyak is voltak a palotának nevezett ingatlanban. Például egy bekeretedett kép is előkerült, amelyen egy kupacba rendezett, levágott fejek voltak láthatóak. De a közzétett felvételeken látható egy preparált krokodil, valamint egy hatalmas pörő is, amire az volt írva oroszul, hogy fontos tárgyalások esetén alkalmazandó. Az orosz hatóságok találtak az épületben egy saját imaszobát is, amelynek a falán különféle ikonok szerepeltek, de van a palotában egy privát úszómedence is, piros műanyag csúszdával, valamint egy jól felszerelt orvosi szoba is. Nyilván értéktárgyak is előkerültek a házkutatás során, rengeteg készpénz, aranyrudak, és számos fegyver és lőszer. Pár nappal korábbi hír, hogy ezek egy részét visszaszolgáltatták a Wagner vezérnek, az orosz hatóságok lényegében 10 milliárd rubelt adtak vissza, amit a házkotatás során lefoglaltak. A nyomozók egyébként több száz doboznyi kézpénzt találtak Prigozsinnál, amikről ő azt mondta, a lefoglalások után, hogy ezekből fizette volna a Wagner zsoldosok bérét és a meghalt katonák rokonainak szánt juttatását is. A sajtóban történő szivárogtatás elemzők szerint annak a jele, hogy az orosz vezetés komolyan leszeretné építeni a Wagner vezér népszerűségét, amelyen persze már nem kell sokat dolgozni, hiszen a felmérések szerint a korábban egyébként kifejezetten jelentős támogatottsága komolyan megcsappant a Moszkva elleni lázadását követően, miközben Vladimir Putyin orosz elnökének a támogatottsága pedig kisebb kilengés után ismét megszilárdult. Az orosz állami média nem csak a képek nyilvánosságra hozatalával kezdte meg a Prigozsin elleni lejárató kampányát, a 60 perc című orosz műsorban bejelentették, hogy elindult a Wagner vezér ellen egy vizsgálat, holott a június végi fegyveres felkelést lezáró megállapodás egyik alkúja az volt, hogy ejtik a bűncselekmény elkövetésével indított eljárást Prigozsinnel szemben. Mindeközben a Wagner vezér pedig Telegramon közzétett egy hangüzenetet, amelyben igyekezett menteni a menthetőt, és azt üzente a követőinek, hogy szerinte az igazság menetük célja a árulókkal szembeni küzdelem és a társadalom mozgósítása volt, és szerinte sok mindent sikerült elérniük. Sőt, reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a Wagner visszatér a frontra és újabb győzelmeket arat. Ehhez képest a valóság az, hogy a Wagner átalakítását és hatalomátvételét fokozatosan bonyolítja le Vladimir Putyin orosz elnök. Egyrészt sorba veszíti el Prigozsin az egyéb üzletágait, média érdekeltségeit, vállalkozásait, valamint maga az elnök leplezte le, hogy a zsoldos hadsereg pénzügyi hátterét lényegében teljes egészében az orosz kormány finanszírozta. Másrészt Putyin ajánlata értelmében a zsoldosok választhattak, hogy vagy leszerelnek, vagy szerződést kötnek az orosz védelmi minisztériummal. Persze maradt a harmadik opció is, hogyha akarnak, akkor Belarusban csatlakozhatnak Prigozsinhez. Sőt, a Wagner vezetője Sorman veszíti el a katonai vezetésben levő szövetségeseit is, akiket a hírek szerint Sorman vesznek őrizetbe és hallgatnak ki. Az egyik legtekintélyesebb ilyen orosz tábornok, Szergej Szurovikin, akit sokan csak Armageddon tábornokként ismernek, ő jó néhány napja eltűnt a nyilvánosság elől állítólag letartóztatták és kihallgatják a Wagner nyomozás keretében több más orosz katonai vezetővel együtt. Ajánlom a figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most olvashatnak a franciaországi zavargások hátteréről és kiváltó okairól kivált kép a bevándorló hátterű fiatalok lázadásáról. Találhatnak most a labban egy exkluzív helyszíni riportot is Törökországból, ahol a kollégánk bejárta azokat a térségeket, ahol pár hónapja elképesztő erejű földrengés pusztította el sok százezer ember otthonát és életét. Olvashatnak interjút Grül Tibor történésszel is, aki a pénz eredetéről beszélt lapunknak, és annak szakrális, spirituális hátterét, illetve kultikus tiszteletét leplezte le. De nem felejtkeztünk el Szoboszlai Domonikról sem, aki történelmi átigazolásával lepte meg a magyar futballszurkolók millióit. A lapot kérje az újságárusító helyeken, vagy rendelje meg hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon talán nem tudják, de a Facebook pár hónapja teljes törléssel fenyegette meg a heteket egy teljesen ártalmatlan választási sajtótájékoztatóról szóló MTI tudósítás közlése miatt. Ha próbáltunk fellebezni a döntés ellen panaszt tenni, sőt lényegében mindent megtettünk, amit csak lehet, nem sikerült feloldanunk az oldalunkra vonatkozó abszolút megjelenés korlátozást, Éppen ezért egy új alternatív oldal elindítása mellett döntöttünk, ha szeretnék követni tartalmainkat Facebookon is, akkor kérjük kövessen minket a leírásban található linken. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is megteheti a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást! Vigyázzanak magukra!